Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen Mizó is szeptember 16-án. Holnap egy új hold van, a hold közeledik a naphoz, holnap találkoznak. A mai napon mindkettő, a nap is, és a hold is a Makha holdházban található. Ez a holdház Regulus csillaghatása alatt áll. Regulus az a királyoknak, a császároknak a csillaga. Hat ránk a mai napon. Kell, hogy uralkodjunk. Uralkodjunk a gondolataink felett, az érzelmeink felett, a mai nap felett. Ha mi ezt uraljuk, akkor a hét is úgy lesz, a hónap is, az év is, és az életünk. Tehát uralkodunk a magunk élete felett, és van egy büszke tartásunk. A mai napon egy visszatekintő Mars bolygó kapcsolatok nélkül van. Ennek az az előnye, hogy érezzük az erőnket, és senki nem tud gyengíteni bennünket. Nincs hatás. A Mars bolygó az egy férfias energia, és szimbolizálja a férfiakat. A férfiaknak a mai napon nincs kapcsolatuk, vagy nem engedik azt, hogy mások befolyásolják őket. A mai napon a hold egy fél szextil aspektussal áll Merkur bolygóval. Ez ma délután vagy este lesz érezhető. Vagy jön egy jó hír, vagy gondol valaki rátok. Mint tegnap említettem, közeledik egy quincunx aspekt Merkur bolygó és egy visszatekintő Neptun bolygó között. Ami közeledik, az egy hír vagy egy szerződés. De figyeljünk oda, nehogy valaki becsapjon bennünket. Ami még közeledik, az előnyösebb, az egy Jupiter és egy visszafelé tekintő Neptun bolygó kapcsolata, egy úgynevezett szextil aspektus. Az adja a lehetőségeket, de kell, hogy higgyünk abban, amiről álmodozunk, amit mi tervezünk. Ez a Neptun hatás, és Jupiter adja hozzá a lehetőségeket. És ez volt a mai felvételem, Mizó is, szeptember 16-án. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!